Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szilveszter Szekszárdon. A Béla Király téren ünnepelték az új évet. Balesetek, tűzesetek. Az elmúlt napokban is elfoglaltak voltak a rendőrség és a tűzoltóság munkatársai. Erős emberek Szekszárdon. Több tonnát mozdítottak meg. Szilveszteri futás. Sporttal búcsúztatták az új évet Bonyhádon. Szekszárd városa szilveszteri bulit rendezett a város főterén, a Béla Király téren. A kilátogatók forralbor, pezsgő és tea kíséretében közösen búcsúztak el az új évtől, majd köszöntötték az új évet. A Szekszárdon rendezett szilveszteri eseményen megtelt a főtér kilátogató szekszárdiakkal és környékbeliekkel. A közönséget Kindl Gábor diszkós és DJ szórakoztatta retro és modern zenékkel is. Úgy gondolom, hogy azokhoz hasonlít, amik évekkel ezelőtt voltak, úgy gondolom, hogy jól érzik magukat azok, akik eljöttek ide, és ahogy mondtam, tehát ez nem az én diszkóm, akkor volt egy ilyen interjú is, hogy én nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a programnak, és számomra is megtiszteltetés, hogy itt lehetek. A DJ nem sokkal éjfél előtt közösségi táncra invitálta a megjelenteket. Egy ismert dalt és az ahhoz kötődő, közösségi médiában népszerű táncot adtak elő zumba oktatók segítségével. Az új évbe átlépve éjfélkor a résztvevők a szokásoknak megfelelően közösen énekelték el a himnuszt. Ezt követően reggelig folytatódott a jó hangulatú, önfelett ünneplés. Érezzük magunkat, nagyon színvonalas az egész este, abszolút. De azt a barátom nagyon sokat tud erről beszélni. Boldog új évet kívánunk mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Szilveszter estéjén gyakori az újévi fogadalomtétel, amelynek során az emberek megfogadják, hogy betartanak vagy elérnek bizonyos dolgokat a következő év során. Többen azonban csak azt szeretnék, hogy boldogok és egészségesek legyenek. Sokkal boldog legyen, és gördülékenyebb! Az ingyenes forradbor, pezsgő és tea mellett tűzijáték helyett ezúttal kivetített fényjátékkal készültek a szervezők a szilveszteri ünnepségre. Az új év utolsó hétvégéjén és az új év első napján 17 balesetnél intézkedtek a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Továbbá 14 tűzesethez és 10 műszaki mentéshez riasztották a vármegye tűzoltóit ebben az időszakban. Az elmúlt napok sem teltek balesetmentesen Tolna vármegyében. Bonyhád térségében egy Pécs felől érkező teherautós balra akart kanyarodni, de a manőver során nem adott elsőbséget a szemből szabályosan érkező kocsinak, így összeütköztek. Debreceniné Farkas Edit, rendőralezredes, sajtóreferens elmondta, volt olyan eset is, amelyben a sofőr életét nem tudták megmenteni. Mint arról korábban hirtattunk, január 1-én 12 óra 34 perc körül időben a 65-ös főút 17-es kilométer szelvényében két külterületén halálos kimenetelű baleset történt. Egy autós hőgyész irányából kék felé haladt, és ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol félig frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő kocsival, mely az ütközés után a jobb oldalon az útról letérve állt meg. A vétlen sofőr a helyszínen életét vesztette, utasa és az okozó járművet vezető fiatalember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek. A szakember arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt 96 órában 9 ittas vezetővel szemben intézkedtek, 3 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, 6-szor büntető feljelentést tettek. Az ittas sofőrök közül 2 vezetői engedéllyel nem rendelkeztek, egyikük pedig anyagi kárral járó balesetet okozott. Szilveszter napján egy a vezetéstől eltiltott sofőrt igazoltattak az egyenruhások, vele szemben büntetőeljárás indult. Beavatkozásokkal teltek az elmúlt napok a vármegye tűzoltói számára is, akiket tűzesetekhez és műszaki mentésekhez is riasztottak. Több alkalommal szemét és hulladék, valamint gaz és havaléget, bogyítónak kéménytűz, adott inkább tűzoltottak. Szekszárdon egy melléképületben, mint Pártán egyik elhátegyik körcíti lakvétében csaptak fel a lángok. A továbbiakban 7 esetben közúti közlekedési balesetekhez, egy alkalommal pedig csapadék kivattyúzásához sértek a tűzoltók. A
pálfán szilveszter éjjelén kigyulladt többszintes ikerházban a lángokat sikerült időben megfékezni, így a tűz további lakásokra már nem terjedt tovább. A kigyulladt lakásban egy ember tartózkodott, akinek azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Szilveszter napján délután egy biztonsági őr értesítette a járőröket, mert lopás történt az egyik áruházban. Mint elmondta, két ismeretlen nő egy púposra pakolt kocsival a kasszát kikerülve távozott az üzletből. Utánuk ment, de kérése ellenére egy rájuk várakozó autóba dobálták a lopott holmit és elhajtottak. Hamarosan megtalálták a város egyik utcájában az akkor már leparkolt autót. A kocsi csomagtartójából hiánytalanul előkerültek az eltulajdonított áruk, melyekért közel 115 ezer forintot kellett volna fizetni a kasszánál. Tájékoztatott a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A kormány döntése szerint 2024. január 1-ével átlagosan 32,2%-kal emelkedik a pedagógus bér, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a pályakezdő gyakornokok fizetése a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényben a 2023. évre rögzített 400 ezer forintos illetményhez képest 528.800 forintra emelkedik, és ennél kevesebbet más pedagógusok sem kereshetnek. A kormány határozatban rendelkezik arról, hogy az emelt bérek februári kifizetéséhez szükséges források biztosítása a központi költségvetés terhére az állami, egyházi és magánintézmények fenntartói részére is megtörténjen, tették hozzá. Akadoztak vagy teljesen elérhetetlenné váltak a Vodafone és a Telekom mobil szolgáltatásai a mai nap folyamán. A Telekom közösségi média oldalán tájékoztatott, egy váratlan központi hiba okozta a tapasztalatokat az otthoni és mobil szolgáltatások működésében, azonban visszajelzések alapján már kijavították a hibákat. A Vodafone azt közölte, a kimaradást áramszünet okozta az egyik szerver központban, a forgalom átirányításának ideje alatt a szolgáltatások az ország több pontján nem voltak elérhetőek. A szolgáltató munkatársai a hibát elhárították, így ismét zavartalan a működés. Fekete László és fia nemzetközi erős emberek versenyt rendezett Szekszárdon. Szerb és magyar férfiak mérték össze erejüket a városi sportcsarnokban. Szenzációs hangulatot élhetett át, aki szombaton ott volt a városi sportcsarnokban. Saját határaikat átlépve több száz kilogrammot mozgattak meg az erős emberek versenyén. Horváth István Norbert elmondta, hogy hetente egyszer edz kőgolyó emeléssel, a hét többi napján súlyzós edzést végez a konditeremben. Az újoncnak számító ifjú sportoló december elején ismerkedett meg a sportággal. Kőgolyó emelést szoktuk otthon gyakorolni, és traktorgumi forgatást szoktuk, az 400 kilós van otthon, kőgolyóból van 95 kilósunk, van 110 kilósunk és 130 kilósunk. Én december 5-én, december elején kezdtem el a versenyzést igazából, Bonyhádon volt az első versenyem. Legelőször fölhívtak a barátaim, hogy menjek el, nézzem meg egy olyan edzésüket, mert régóta konditerembe jártam, de annyira mindig érdekel, de ennyire versenyszerűen nem. És fölmentem, és amikor látták, hogy a traktorkereket, a 400 kilósat háromszor megemeltem és fölállítottam, azt mondták, hogy nekem itt a helyem. A Dégről érkezett Bodó András 16 éve képviseli a sportágat, így a verseny legtapasztaltabb résztvevőjének számított. 2008-ban kezdtem, hát kisebb, nagyobb kihagyásokban most tartok itt, ahol tartok. Hát étkezésben igazából nálunk nincs válogatás, minél nagyobb tömeget szeretnénk elérni egy szezonban, akkor minél többet minden evők vagyunk, szóval nem válogatunk semmiben. A felkészülés heti négyszeri terem, illetve a szeres edzésekre megyünk rá, így többen a mi régiónkból mi öten vagyunk, én segítem a fiúkat, mivel én vagyok a legidősebb a csapatban, én 47 évesen, és próbáljuk tartani ezt a szintet, amit most elértünk. A kilencszeres erős ember világbajnok, ifjabb Fekete László, a verseny szervezője elmondta, hogy mind a 14 sportoló maximumon felül teljesített önmagához képest. A verseny leglátványosabb száma a 16 tonnás teherautó húzás volt. A közönség lelkes szurkolással motiválta,
Majd hatalmas ovációval jutalmazta a sportolók teljesítményét. Szerbek, magyar fiatalok mérték össze az erejüket, 14-en voltak, hát ezek közül 7x2 fő, tehát 14 fiatal, dolgoznak tovább. Beszélgetve egy pár fiúval azért megérintette a lelkét, mert volt, aki úgy jött ide, hogy ő meg akar nyerni, meg mindenképp ugye föláll a dobogó fokára. Hát ugye picit elérzékenyülve mondta, hogy a kamionnál nem úgy alakult neki, ahogy ugye tervezgették. Így ugye az ezelőtti, meg az előtti rendezvényt ők nyerték meg, de ebből a szempontból jó, hogy nem ők nyertek, bár nem mintha, hogyha nem örültem volna az ő győzelmüknek, hanem ad egy plusz motivációt a fiúknak. Az erőemberek mindennapjait meghatározza a sport, amelyet képviselnek, és megtanítja őket kitartásra és elszántságra. Az edzésen kívül a titánok naponta több kilogramm húst elfogyasztanak, és a kellő hidratálásról sem feledkeznek meg. Amit itt elmondtam élőben, vagy bárhol vagyunk médiában, itt a fiataloknak, hogy tényleg figyeljenek arra, amit mondok, hogy nem kell a kábítószer, meg a dopping, hanem lehet kitartó kemény munkával elérni gyönyörű eredményeket. A szervezők célja a sport élménynyújtása mellett az is, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a teljesítménynövelő szerek használata nélkül tisztán is lehetséges kiemelkedő sport teljesítményt elérni. Az öt számban összesen 7 páros, azaz 14 versenyző mérte össze emberfeletti erejét. Szilveszteri futást rendeztek Dombóváron. 3 órakor rajtoltak el 2 távon a versenyzők. A 2,5 és 5 kilométeres táv rajtját is Pintér Szilárd polgármester indította el a hagyományok szerint. A rövidebb távot Tárnok Marcell, míg a hosszabb távot Szabó Milán nyerte meg, mindketten aktív sportolók. A legfiatalabb Hanga Luca és a legidősebb Szabó Attila is külön ajándékot vetett át. A résztvevők beérkezéskor narancsot, forralt bort és teát kaptak az önkormányzat támogatásával. Számolt be a település Facebook oldalán. Bonyhádon 9. alkalommal rendezték meg a malackergető futást. Az Atlétika Klub és a Sportcentrum által szervezett szilveszteri programon a napsütéses időjárásnak is köszönhetően sokan indultak. A szervezők az egészséges életmódra, valamint a sportolásra hívták fel a figyelmet. Bemelegítéssel kezdődött a közös futás a Bonyhádi sportpálya területén. A városban évente megrendezett, hagyományos malackergető futással búcsúztatták az új évet, ami során fiatal atléták malacnak öltözve is pályára léptek. Tulajdonképpen el akarom kapni a malacokat. Én régi atléta voltam Bonyhádon, én itt kezdtem a karrieremet, itt az AC Bonyhádba, és gondoltam visszatérek egy ilyen futásra a családtagokkal, mert jó buli szerintem. Kicsik és nagyok egyaránt rajtozáltak, volt, aki kutyával, mások gyerekeikkel futották le a távot. 2-1, rajt! Hajrá, hajrá! Meg lehet előzni a malacokat természetesen. A szervezők 2 futamot is indítottak, elsőként a gyerekek, valamint szüleik futottak, másodikként pedig a felnőttek. Abban hiszünk, hogy az új évet sportolással kell befejezni, és az új évet sportolással kell elkezdeni, akkor biztos, hogy nagyon egészséges évünk lesz. És évek óta az önkormányzat, az AC Bonyhád és a Bonyhádi Sportcentrum szervezi meg ezt a remek eseményt, és mint ahogy a résztvevők számából is látszik, hogy ez egy erre igény van, és egy nagyon nagyszerű rendezvény. Itt az emberek nagyjából a karácsonyi evészet után igénylik a mozgást, és mi megszervezzük nekik. A regisztráció során a nevezők tombola szelvényt kaptak, amivel értékes ajándékokat nyerhettek. A fődíj egy malac lesz, úgyhogy aki szereti a sertést, az nyilván dupla tombolát is kapott. Úgyhogy a szerencsésnek ilyen szempontból is esetleg jól zárulhat az éve. Én azt gondolom, hogy nem is igazából ezen van a lényeg, hanem azon, hogy együtt vagyunk, közösen csinálunk megint valamit, és mint ahogy az egész évben közösen alkotjuk a programokat itt Bonyhádon. Legyen az Egyesület, Önkormányzat, Sportcentrum, ebben a munkában hiszünk. Az Atlétika Klub Bonyhád 2014-ben rendezte meg először a szilveszteri futást. Ezt követően csatlakozott a város önkormányzata, valamint a sportcentrum is. Azért érezzük fontosnak a rendezvényt részben, mert ugye közösségteremtő. Van, aki itt talál olyan barátra, akivel később együtt fog sportolni.
illetve azért, hogy mindenki megérezze, hogy akár egy kör lefutásával is el lehet kezdeni. Van olyan ismerősöm, aki egy kört futott, kettőt sétált, megint egyet futott, és így kezdte annak idején, és ma már több kört simán lefut. Tehát valahol a kis lépéssel kezdődik ez is, és el lehet érni addig, hogy az embernek ez az egészségére is jó hatása van. A 2023-as évet búcsúztató szilveszteri futáson közel 400-an vettek részt. Regionális híreink következnek. Évindító sajtótájékoztató Komlón. Sikeres a tavalyi év, mely kiváló alapot ad 2024-nek. Német hagyományőrzés modernabb köntösben. Idén is megrendezték a Pécsi Sváb Fesztivált. Évindító sajtótájékoztatót tartott Komló város polgármestere és Hoppál Péter országgyűlési képviselő. A tájékoztatón elhangzott, a város 2023-as évének sikeres befejezése jó alapot teremt a 2024-es évnek, mondta Polics József polgármester. Azonban ehhez kellett a komlóiak összefogása is. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a vállalkozások nagyon eredményesen teljesítettek. Megérkezett karácsonykor a félmilliárdos állami támogatás is. Komlóváros sikeresen zárta a 2023-as évet, mindez a komlóiak összefogásával valósulhatott meg. A vállalkozások kiválóan teljesítettek, ennek eredményeként az iparűzési adó bevétele nagyon jól alakult, ez pedig a 22-23-as évet mutatja. A magánszemélyek is rendben befizették az adójukat, mondta elégedetten Polics József komlóváros polgármestere. Ez nem lett volna elegendő a sikeres évzáráshoz, kellett hozzá azok a rendkívüli önkormányzati segítségek, támogatások, amelyek a karácsonyfa alá jöttek, Jézuska hozta őket. Rendkívüli nap volt, 561 millió forintos támogatás érkezett Komlóvárosába, ebből 300 millió a jelenleg futó vagy befejezés előtt álló két beruházásnak, a kaptárnak és a Komlóverzum, a Dino programnak a többletköltségeinek a finanszírozására, és 261 millió forint pedig rendkívüli önkormányzati támogatásként jött a helyi tömegközlekedés támogatására, amit a Volánbusz ZRT véghez. Ez alapozza meg a 2024-es év indításunkat is. Terveik már megvannak. A bölcsőde építéséhez már megvan a támogatási szerződés, indulhat a közbeszerzés, tette hozzá a város első embere. Polics József azt is elmondta, hogy ezen kívül a fenntartható városok kategóriájába tartozik Komló. Ehhez közel 5,2 milliárdos keret áll rendelkezésre a különböző feladataik megvalósítására. Ebből indítottunk el tervezési szinten két beruházást, a 48-as tér és közvetlen környezetének közterületi rendezése, a másik pedig a Tompa Mihály utcai meglévő óvodának a bővítésére. Ez a kettő feladat, ami konkrétumként már elindult és megvan, a többin még dolgozunk. Ami idén még be fog fejeződni, az a Komlóverzum Dino program, az tervek szerint februárban befejeződik a kivitelezés, és március közepén, húsvét előtt meg is szeretnénk nyitni a látogatók számára. Állami támogatásból van a kézilabda munkacsarnok beruházása. Ennek tervezett átadása 2024 első fél éve. 2022-ben ünnepelte a Komlói Bányás Sportklub megalakulásának 100. évfordulóját. A fejlesztési tervet a kormány első körben támogatta. A tervek el is készültek, mondta a polgármester. Első körben a centerpályának a füves burkolata megújult, a teljes környezetében az összes épület már megújult, a további fejlesztésekre a közbeszerzés a tervek alapján kiírásra került. Jelenleg még a közbeszerzési ajánlatoknak az értékelése folyik, és utána ebben a nehéz gazdasági helyzetben és környezetben ehhez a beruházáshoz
elindulunk forrás szerzése ügyében a kormányhoz. Ez egy több éves beruházás lesz a terveink szerint, melyhez bízom abban, hogy sikerül a kormányzat támogatását megszerezni. Komló országgyűlési képviselője a Baranya 2-es választókerületben Hopál Péter. A képviselő elmondta, az elmúlt évtized legrosszabb és legnehezebb éve a 2023-as esztendő volt. Még a világjárványon is túl voltunk, és a rezsiemelkedéseket is túléltük, amelyek Európa viszonylatban is rendkívül magasak voltak. A háborús gazdasági válság megtépázta Európát és Magyarországot is. Egyedül Komlón nem volt érezhető a válság, hangsúlyozta Hoppál Péter. Ugye a szocialista adósság, hitel, amit itt hagytak a város nyakán 2010-ben a baloldali városvezetés és a baloldali kormány, az 2013-ban a kormány kiváltotta, levette a komlóiak nyakáról azt a nagy, több milliárdos adósságot, és azóta a város olyan adóbevételeket realizál, olyan új iparüzési adó alanyok jelennek meg a városban befektetőkként, akik stabilizálják a város költségvetését, így a kiadás és a bevételi oldal egálban van. Egyetlen kivétel ez a városi tömegközlekedés, amire nem kap normatívát a város, és ezt külön kormányzati támogatásból kellett idén évvégén is kifizetni. Mindezek megtartásához aktív városvezetőre, olyanra, mint Komló polgármestere van szükség, aki a rendszerváltás óta soha nem látott fejlesztést hozott létre, hangsúlyozta Hoppál Péter, Baranya 2-es választókerületének országgyűlési képviselője az évindító sajtótájékoztatón. Az idei Winterfest of Pécs programsorozat alatt sváb zenével és jó hangulattal telt meg az Expo Center a második pécsi sváb fesztivál estjén. A rendezvényre vendégsereg érkezett. A fesztivál célja volt a hagyományőrzés és a kultúra átadása a következő generációknak. Második alkalommal rendezték meg a pécsi sváb fesztivált. A rendezvényen osztrák fellépők mellett elsősorban a német hagyományőrzés állt a központban. A színvonalas kulturális műsor keretén belül több kórus, zenekar és tánccsoport lépett színpadra. A Schwab Fesztivál közel egy évtizede hagyomány már Szederkényben. A szervező a szederkényi német önkormányzat, amelynek én vagyok az elnöke. A településen már 10-12 éve van Schwab Fesztivál, és szerettük volna ezt áthozni Pécsre, hiszen mégiscsak egy vármegye székhely, ezért egy nagyobb rendezvénnyel készültünk. A rendezvény elsődleges célja, hogy a fiatalokhoz is közelebb hozza a német kultúrát. A pécsi Expo Centerben minden generáció együtt mulatott az év vége közelettével. Fontosnak tartom, hogy a fiatalokat is bevonjuk a hagyományőrzésbe. A tradíciók nagyon lényegesek, de ahhoz, hogy a következő generációnak is része lehessen ebben, modern programokra van szükség. Itt a 14 évestől a 84 éves korig minden generáció képviselteti magát. A második pécsi sváb fesztiválon idén több mint 1000 vendég vett részt. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szilveszter Szekszárdon, a Béla Király téren ünnepelték az új évet. Balesetek, tűzesetek. Az elmúlt napokban is elfoglaltak voltak a rendőrség és a tűzoltóság munkatársai. Erős emberek Szekszárdon, több tonnát mozdítottak meg. Szilveszteri futás. Sporttal búcsúztatták az új évet Bonyhádon. Szerdán napközben felszakadozik a felhőzet. Átmeneti napos időszakok is várhatók, de döntően erősen, illetve változóan felhős idő valószínű. Szorványosan előfordulhatnak záporok. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutatassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!